húsvéti finomságok, sonka, kolbász, füstölt húsok, sajtok, kézműves és erdei termékek, méz, bor és pálinka. Ezeket a termékeket mind-mind megtalálhatták a harmadik termelő és húsvéti vására kilátogatók Kazinc Barcikán a Don Bosco Sportközpont parkolójában. A portékáikat kínálókat és a vásárlókat a színpadon Szabó Zsolt intézményvezető, Vitális Gábor SDB a Magyar Szalézi Tartomány tartományfőnöki vikáriusa, valamint Klimon István alpolgármester köszöntötte. A városvezető köszönetét fejezte ki a vásár szervezőinek, hogy minden évben megrendezik húsvét előtt ezt a programot, ezzel is segítve a háziasszonyok bevásárlását. Mindenki tudja azt, hogy a tavasz ravasz, ezért az időjárásnál mindenki számításba vette azt, hogy egy esernyőt bekészített, ha mégis esne az eső, de mindenki örömmel érkezett, legalábbis az árusítókat elnézve Kazinc Barcikára, mert egy hagyományos, tradicionális húsvéti vásáron mi sem lehetne természetesebb, mint hogy az ember felkészül a locsolókra, és így a füstölt árut, mind a pálinkát, mind akár a csecsebecsét, amit hazavisznek a locsolók, majd kis ajándékokat vásárolnak, és ezt itt mindenki megteheti. A városvezető köszöntője után Vitális Gábor a húsvét előtti nagyhét jelentéséről beszélt, miszerint a nagyhét a nagybőjt utolsó hete, virágvasárnaptól nagy szombatig. Napjai a nagyhétfő, nagyked, nagyszerna és a húsvéti szent három nap. A vásárban az érdeklődők megvásárolhatták a húsvéti asztalra kerülő élelmiszereket, és nem utolsó sorban zenés-táncos programokon szórakozhattak a kiegészítő műsorokon.